Ferencváros Sportegyesületének női kézilabda csapat a hazai pályán fogadta a Sárospatak gárdáját. Mindkét csapat lendületesen kezdett, bár a szerencsiek játékán érezni lehetett a tapasztaltabb játékosok által képviselt fölényt. A mérkőzésen végig vezettek, viszont előfordult, hogy a büntetések miatt csak két hazai játékos maradt a pályán. A bírók 6 sárga lapot és 2 piros lapot is kiosztottak, és 17 darab 2 perces kiállítás is volt a két csapat részére összesen. A játékosok a fél időre 23-13-as szerencsi vezetéssel vonultak. A második fél idő sem maradt el az előzőtől. Ugyan az ellenfél ledolgozott valamennyit a hátrányából, de a szerencsi gárda javára 38-32-es végeredménnyel zárult a találkozó. Katona Krisztina edző szerint a sok kiállítás sem tudta befolyásolni a végeredményt. Ebben az évben ez az utolsó mérkőzés volt. Most egy hónapos pihenő következik, ami nagyon jót fog tenni, jól fog esni a pihenés. Elég nehéz őszi idény volt, kevesen voltak, sok volt a sérülés, sok minden nehezítette a felkészülést. Az edző elmondta még, hogy január elején újult erővel kezdenek neki a felkészülésnek, és februárban pedig indul a tavaszi forduló, ahol azért fognak dolgozni, hogy a tabella első helyén álló csapatot is le tudják győzni.